A népszámlálás eredményei megmutatják, hogyan néz ki jelenleg a nemzetiségi korfa, valamint az is kiderül, hogy kik vállalják egy adott nemzetiséghez tartozásukat. A magyarországi németek esetében a történelmi múlt miatt ez különösen fontos kérdés. A mi esetünkben azért is fontos lenne, mert itt azért a történelmi múltban el követődtek, ugye a többségi társadalom részéről olyan, olyan atrocitások, tehát hogy a, a kezdve, és so a második után, amelynek az alapja a népszámlálási adatok voltak, tehát hogy a magyarországi németeknél az idősebb generáció ö, nem szívesen vállalja ezt a dolgot, mert egyszer már pólyújált emiatt, Egyre kevesebben vannak, akik azt is megélték, még most is élnek, de mégis azért az emberek gondolatában esetleg ott van. A kitelepítésre kötelezettek jegyzékén a II. világháború után közel 725 ezer személy szerepelt. Közülük 220 ezer olyan németet űztek el, aki az 1941-es népszámlálás során német anyanyelvűnek és nemzetiségűnek vallotta magát. Az asszimiláció miatt, főleg a városokban, egyre kevesebb családban beszélik a német nyelvet. Minden tekintetben az a fajta a, a, a nyelvnek használata nem nem valósul meg minden családban. Részben ezért is jöttek létre azok az iskolák, az egész iskolarendszer a mentességek részére, hogy ezt, ezt megállítsuk ezt a folyamatot, és esetleg sikerüljön visszafordítani, ha lassan is ezt a folyamatot, hogy a német nyelv, ugye a mi esetünkben egy, egy a szó, tehát talán könnyebb dolgunk lenne, mondaná az ember kívülről, de, de nem nagyon nehéz ezt, hogy ez a mindennapokban is meg tudjon jelenni ez a nyelv. Ugyan a népszámlálás eredményei csak 2023 tavaszától válnak ismerté. A Pécsi Német Önkormányzat bízik abban, hogy nem csökkent azoknak a száma, akik vállalják nemzetiségi hovatartozásukat.